Mintegy 80 általános iskolás diák ismerkedhetett meg a többi között a gyöngyfűzés, a hímzés, a szövés, a faragás és a fazekasság mesterségével a kisoroszi táborban. A helyieken kívül érkeztek résztvevők Magyar Csernyéről és Tordáról is. Nem először jöttem, és mostan hímezünk, és székpárnát csinálunk belőle. És a legérdekesebb volt, amikor csináltuk a karkötőket. Nekem a legérdekesebb volt az, amikor hát kedden kellett volna újra hasznosítsunk, de a végén az lett, hogy elküldtek minket fát faragni. És mi annak ugye nagyon örültünk, mert nagyon szeretek én fát faragni, meg mások is. 8. év vagy itt vagyok a táborban, nagyon szeretek ide járni, főleg azért, mert barátságokat lehet kötni, és tényleg életre szólóakat, amik mindig tartanak. Illetve nagyon szeretek a kisgyerekeknek is segíteni, és továbbadni a tudásaimat, amit az évek alatt gyűjtöttem. A kisoroszi táborban a régi mesterségek mellett olyan játékot is játszottak a gyerekek, amelyekre az idősebb generációk emlékeznek. Emellett mézes kalács sütés és festészet is volt. Ezek mellett új programokat is szervezünk. Az idén például a lakodalmasdit játszottuk végig. Menyasszonyok voltak, vőlegények, vőfények, így a Kikinda polgármesterének a beköszöntését is a vőfények vitték végbe. A tábor kiállítással, valamint egy ki mit tud vetélkedővel zárult.